1938. május 24-én került a helyére a lépcső melletti zárókő, akkor készült el Szombathelyen a szalézi templom. Ez alkalomból helyezték el akkor az időkapszulát, amit most a lépcsőfelújítás apropóján kinyitottak. Kortörténeti dokumentumok például érmék kerültek elő a 80 évvel ezelőtti időből. A pergamentekercsen többek között a templom keletkezés történetéről, az összefogásról is olvashatók részletek. Az üvegből készült időkapszulába a régi értékeken kívül egy a templom 80 éves fennállásáért egy hálaadás is került, majd új fémdobozban P. Csány Péter plébános és Ágernő az egyházközség világi elnöke visszatették azt az eredeti helyére.